A Mindenki Akadémiája színpadán Kassa Péter, történész filológus. Szeretettel köszöntök mindenkit. Az, hogy ki a történész, azt talán nem kell elmagyarázni, de a filológus esetleg egy kevésbé ismert szakma. Ő az, aki szövegekkel foglalkozik. Esetemben, mint történész filológus, általában olyan szövegekkel, amiket latin nyelven írtak, és történelmi forrásokra koncentrálnak. Szereti a kihívásokat, így aztán kedvenc feladata a nehezen érthető régi szövegek értelmezése Kassa Péter filológus történésznek. Számomra a legkedvesebb terület az, hogyha valami latinul van, esetleg kéziratos, és ez egy történetéleti forrás, és a Lazius ezt a hármat tudja. Wolfgang Lazius, osztrák történetíró ott volt Budaostrománál. Most az ő történetei alapján végzi kutatásait Kassa Péter. Nagyon közel áll a szívéhez ez a munka, és összességében a történelem. És így volt ez már gyerekkorában is. Apámmal rengeteget beszélgettem konyhában. Ő nem volt történész, de nagyon sokat tudtunk beszélni nyilván azon a szinten történelmi kérdésekről, és valahogy ez nekem nagyon tetszett. A Szegedi Tudományegyetem tanára, és korábban maga is itt diplomázott. De azt mondja, leginkább akkor törnek fel benne a régi emlékek, amikor egykori gimnáziumába tér vissza. Inkább akkor van nosztalgiám, hogyha egyszer-kétszer előfordult, mert visszahívtak Radnótiba, Szegedre, ahol én jártam, és akkor ott oda bemegyek, mondjuk egyszer-kétszer valami előadást tartani, vagy valamilyen ilyen tudománynapi alkalomból beszélni, akkor az inkább nosztalgia, mert én nem fordulok elő rendszeresen. Itt ez már nem, ez már nekem a munkahelyem. A kutatói munka megköveteli, hogy legkevesebb heti 20 órát töltsön olvasással. Szerencsére a családja gondoskodik róla, hogy ne vigye túlzásba. Nagy szerencsém van, mert van két gyerekem, ezért otthon ezt nem lehet megcsinálni. Tehát otthon nem lehet fölvenni a könyvet. Ez valamikor, amíg az emberek nincs családja, és ilyen boldog úrfi korban él, addig ez egy végláthatatlan munka. De nem csak olvasással, hanem utazással is jár a munkája. Lazius eredeti szövegét például Bécsben kellett tanulmányoznia. Ő egy olyan szerző, aki például 1541-ben Budaostrománál személyesen is ott van, mert katonaorvosként vesz részt a seregben. Tehát az ő szövege nem egyszerűen egy történetírói szöveg, nem pusztán egy történetírói szöveg, ebben a részében legalábbis a művének. A törökök 1541. augusztusában elfoglalták Budát. Sem a dátum, sem a tény nem fog változni. Mégis, hogyha új forrásokat vonunk be a kutatásba, jelentősen árnyalhatjuk azt a tudásunkat, hogy mi, miért és hogyan történt 1541 nyarán Buda alatt. Azt mutatja Kassa Péter, hogy Budaostroma bonyolult, sok éven át tartó több csatából álló harc volt. Ez a rengeteg ábra, vonal, különböző csapatok felvonás iránya azt mutatja, hogy itt egy ostrom sorozatról van szó Buda esetében. 1540-től 1541-en át 1542-ig három ostrom zajlik le. A kutató szerint Budaostromáról merőben új fordulatokat nem fogunk megtudni, de a több száz éves szövegnek köszönhetően rengeteg új részlet derülhet ki. Ez egy olyan szemtanú beszámolója, aki ráadásul abban a seregben katonáskodik, aki ostromolja Budát, Roggendorf tábornok seregében, és például ebből a seregből egyetlen más beszámolónk sincs, ennek a seregnek a szemszögéből. A képen ábrázolt események jelentős része valóban megtörtént, tehát tulajdonképpen tekintheti úgy a sőnmetszet, mint egyfajta képriport. Kassa Péter szerint az egyik legérdekesebb, hogy Budaostromáról nincs összefoglaló mű, a korabeli szövegeket pedig nem gyűjtötték össze. Az 1540-41-42. Évi Buda környéki harcok, ezek óriási visszhangot váltanak ki a korabeli Európában. Tehát egy több tucat szöveget lehet a legkülönbözőbb nyelveken, műfajban, németül, olaszul, latinul, magyarul, versben, prózában, újságlap, szembeszéd, mindenféle szónoklatok, történetírói szövegek persze, beszámolók születnek. Ezek viszont nincsenek összeszedve. A Mindenki Akadémiája színpadán Kassa Péter történész, és témája Buda 1541, korszakváltó esemény új megvilágításban. Azt hiszem, hogy nincs a teremben olyan ember, aki ne olvasta volna Gárdonyi Gézától az Egri csillagokat, és itt talán arra is emlékeznek, hogy ennek a nagyon hosszú és nagyszerű regénynek nem minden fejezete foglalkozik a dicsőséges egri ostrommal.
A második résztudnék az Oda Buda címet viseli, és egész pontosan a Buda 1541-es elestének a körülményeit taglalja, kicsit regényes formában a Gárdonyi. És ennek a fejezetnek a bevezetése tulajdonképpen egy korrajz a szerzőtől, az 1541. évi magyarországi állapotokról. És az idézet onnan való, ennek a fejezetrésznek a végéről, azt mondja Gárdonyi, vagy a bevezetésnek a végéről, hogy a német Ferdinánd ráküldte Budára vén totya generálisát Roggendorfot, a török szultán maga indult el, hogy feltűzze a félholdas zászlót a királyi palotára. Ugye ez a szöveg, mint hogy azt sugallná nekünk, hogy valahogy annak a ténynek, hogy Buda török kézre került, és hogy ezt nem mondjuk a keresztény csapatok, vagy a Habsburg csapatok foglalták el, ez vagy összefüggésben van azzal, hogy a német seregeket, az ostromos sereget egy ilyen vén, totya, alkalmatlan generális vezette. Meg fogjuk látni az előadás során, hogy ennek tulajdonképpen mennyi lehet a valóság alapja, hogy ez hogy működhet. 1541. augusztus 29-én került Buda török kézre. Ez a dátum akkor már 20 éven belül harmadszor vált a magyar történelem fekete napjává. Az első ilyen alkalom pontosan 20 évvel korábban, 1521. augusztus 29-én volt. Ekkor foglalta el a fiatal Szulejmán szultán hadserege Nándorfehérvárt, azt a Nándorfehérvárt, amit ugye 65 évvel korábban Hunyadi sikerrel védett meg a törökkel szemben, és így az ország déli végvárvonalának a kulcsa került török kézre, az ország kapuja, és ez megnyitotta a török seregek számára a további portyák és betörések lehetőségét az országba. 5 évvel később, szintén augusztus 29-én, 1526. augusztus 29-én a magyar sereg, mint ismeretes, katasztrofális vereséget szenvedett a Szulejmán szultán csapataitól Mohácsi síkon, és a csatát követően a menekülés közben második Lajos is életét vesztette. Ez utóbbi, majd a király is meghalt, talán még nagyobb horderű esemény, mint maga a csatavesztés, és az, hogy a király életét vesztette, és nem volt örököse, az országban egyfajta ex-lex állapot alakult ki, hamarosan két trónkvetelő lépett színre, Habsburg Ferdinánd és Szapolyai János, egykori erdélyi vajda. Mind a kettőt királlyá választották, az országnak tehát két legitim uralkodója lett, és e között a két király között hónapokon belül kitört a polgárháború. Ennek következtében az ország előtt éppen két részre szakadt, és János király a gyengébbik, katonailag gyengébbik fél abban a helyzetben találta magát, hogy kénytelen volt a szultán segítségéhez folyamodni, illetve a vazallusi státuszt vállalva, hogy fent tudja tartani az ország keleti felében, illetve Budára koncentrálódó hatalmát Ferdinánd csapataival szemben. A két uralkodó között 1538-ban békekötés jött létre, békét kötöttek egymással. Ennek értelmében megállapodtak, hogy János király halála esetén, ha van utódja, ha nincs, mindenképpen Ferdinánd örökli a magyar trónt és az ország teljes területét. János király 1540 nyarán meghalt, de tanácsadói különböző okoknál fogva úgy döntöttek, hogy nem tartják be a váradi béke passzusait, és nem adják át az országot, és legfőképpen az ország fővárosát, Budát, a német király Ferdinánd kezére. Ferdinánd megpróbálta a hatalmát, vagy az igényét fegyverrel érvényesíteni, és ennek következtében csapatokat vezényelt Budához, ezt még később fogjuk látni. A tanácsadók pedig, tehát a magyar tanácsadók, szapolyai párthívei, akik Budát védték ilyen módon Ferdinánd német és részben magyar csapataival szemben, török segítségért folyamodtak. A szultán pedig, miután seregei elkergették az ostromba németeket, úgy döntött, hogy 1541. augusztus 29-én megszállja a várat és a várost. Ennek következménye tulajdonképpen a hódoltság kiépülése, a mögöttem lévő térképen látják azt az állapotot, ami lett Magyarországból a török hódoltság következtében. Az ország középső területei néhány éven belül török vilájetté, török tartományá váltak, és aztán ez csak fokozatosan szélesedett. Ha meg kellene gondolnunk azt, hogy ez a három esemény milyen falsúlyú, vagy melyik a legfontosabb és a legjelentősebb, azt gondolom, hogy a legtöbben Mohácsra szavaznának. A Mohács hagyományosan úgy tekintett esemény, mint ami a magyar sors tragédia letéteményese. A meglepő módon egyébként, és ennek nyilvánvalóan ezt a fajta dolgot nem lehet eldönteni, tehát hogy ez a három esemény egymásból következik, valószínűleg nincs igazán fontosabb, vagy kevésbé fontos, de meglepő módon a kortársak mégis valahogy úgy tűnik, hogy Budát és Budaestét tartották igazán fontosnak. Ezt abból lehet leginkább látni, hogy ennek elképesztően nagy visszhangja lett a korabeli nyilvánosságban. Nem fogom felolvasni ezt a rengeteg címet, ez csak ízelítő abból, hogy mind magyar szerzők, vagy magyarországi szerzők, mind pedig
külföldi szerzők milyen nagy arányban foglalkoztak az eseménnyel, a legkülönfélebb nyelveken, németül, olaszul, latinul, horvátul, természetesen magyarul, versben és prózában, hőskköltemény és gyászének, ünnepi beszéd, követi beszámoló, történeti szövegek, a legkülönfélebb műfajok születtek ezzel kapcsolatban. Az a kérdés, hogy mi válthatja ki ezt az óriási visszhangot, mi ennek az oka? Erre tulajdonképpen több dolgot is fel lehet sorolni. Egyrészt ugye az a kérdés, hogy mi veszett el tulajdonképpen Budával. Ezt a kérdést tehetjük föl. Hát mindenkelőtt meg kell azt említenünk, hogy Bizánc 1453-as eleste után ez az első keresztény főváros, ami török kézre kerül. És tulajdonképpen a latin kereszténység felől nézve az az egyetlen főváros, ami valaha török kézre kerül, ez önmagában elég nagy sok hatás Európában. Aztán nem szabad azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy ekkor éppen a Habsburg uralkodók révén Magyarország bizonyos helyen már a Habsburg birodalom része, tehát amikor Buda az ország fővárosa török kézre kerül, akkor egy Habsburg birodalmi terület is török kézre kerül. Ez ugye megint csak komoly visszhangot válthat ki Európában, és ez pedig különösen fontos, a hagyományosan úgy tekintjük, ez van a köztudatban, hogy a Jagellókor, tehát Mátyás után Mohácsig terjedő időszak egyfajta romlás, a végvonarlása az országnak, de valójában ez egy kulturálisan nagyon virágzó időszak. Rengeteg külföldi humanista, lengyelek, osztrákok, csehek járnak Budán, és ünneplik a budai udvarnak a sokszínűségét, és ezek a humanisták, ezek az entellektüelek, amikor Buda elesik török kézekről, akkor elsiratják ezt a számukra kedves fővárost. Tehát ez mind magyarázhatja a nemzetközi visszhangot, de nem csupán ez. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ez a budai ostrom, noha 1541. augusztus 29-én került a város török kézre, ez nem egy ilyen pontszerű esemény. Arról van tudnék szó, hogy említettem volt Ferdinánd, már János király halála után megpróbálja érdekeit érvényesíteni a térségben, és Leonard von Fels nevű tábornokát küldi a város elfoglalására. A Fels csapatai elfoglalnak egy sor fontos erődítményt, Pestet is, Budával nem boldogulnak. A következő évben jön az a bizonyos Roggendorf, akiről már Gárdonyi is szótejtett, és hónapokon keresztül komolyan ostromolja Budát, amit ugye János király magyar hívei vétenek. Majd feleséget szenved a töröktől, a török megszállja a várost 1541. augusztus végén. A sok hatás, amit a város eleste kivált, okozza azt, hogy egy jelentős német birodalmi haderő, brandenburgi Joachim vagy Joachim von Brandenburg vezérletével érkezik a város alá, ebben már számos német birodalmi fejedelem, katona vesz részt ebben a hadjáratban. Ők tehát gyakorlatilag generálják az európai közvélemény egyre fokozódó figyelmét, Európa egyre inkább arra a térségre figyel, a legjelentősebb keresztény, muszlim, török, keresztény párhalt zajlik, és ez ekkor az 1540-es években Magyarország és Buda térsége. Tehát ez a folyamat garantálja és generálja azt, hogy hatalmas érdeklődés övezi Budát, és ennek óriási irodalmi visszhangja is van, és ha hiszik, hanem érdekes módon, ennek ellenére tulajdonképpen, nekünk ma Magyarországon nincs olyan gyűjteményes kötetünk, vagy forráskötetünk, vagy dokumentumtárunk, ami összeszedné ezeket, és az a kutatás, amit én most kollégáimmal folytatok, tulajdonképpen egyik célkitűzéseként azt célozza, hogy legyen egy olyan forrástanulmány, egy olyan forráskötet, amiben azok a szövegek, amik Buda elestével kapcsolatban keletkeztek, ha nem is az összes, mert túlságosan sokan, de a legfontosabbak össze legyenek gyűjtve, és közel legyenek adva akár magyar fordításban is, nem csak a szakma, hanem a nagy közönség kedvére is. Ez persze fontos, vagy hát fontos lehet, hogy akkor az emlékezetnek állítsunk egy ilyen fontos momentumot, de az a kérdés, hogy van ennek egy ilyen típusú források bevonásának bármilyen szakmai hozadéka, vagy lehet-e? És az előadás maradék fél idejében erre szeretnék példákat hozni. A példám pedig egy olyan eset, ami a vár 1541. évi Roggendorf-féle ostromához kapcsolódik. Ugye Roggendorf hetekig ostromolja ezt a várost, sikertelenül végül is, és van egy pillanat, amit minden forrás kiemel, mint ami kulcsmomentum az ostrom kudarca szempontjából. A budai polgárok egy csoportja, ugyanis Boremisza Tamás vezérletével 1541. júniusában úgy dönt, hogy megpróbálja átjátszani egyfajta árulásról, majd szó, vagy egyfajta összeesküvésről, átjátszani a várost az ostromlók kezére, és a Szent Mihály templom kiskapujánál, ami ma ott a
Mátyás templom háta mögött lenne, ez a kiskapu, azon a kapun akarják bebocsájtani egy ilyen kommandót tulajdonképpen éjszaka, akik aztán majd kinyitják a város többi kapuját, az ostromok bezúdulnak, és a város elesik. Titkos tárgyalásokat folytattak Roggendorffal, abban maradnak, hogy küld csapatokat, egyetlen egy dolgot kérnek az összeesküvők, hogy ezek a csapatok magyarok legyenek. Mert látjuk itt a bábukat is, hogy az, hogy valaki milyen öltözetben van, az alapvetően megmondja, valaki töröke vagy magyar, hogy legyenek ezek magyarok, mert az öltözetük, a fegyverzetük és a beszédük alapján nehezebb azonosítani őket a szintén magyarok által védett várban. Roggendorff viszont németeket küld, német katonákat, akiknek a beszédjük, a fegyverzetük, akiket elárul a beszédjük és a fegyverzetük, lebuknak, az őrség felneszel, és az akció meghiúsul. Ez volt a legnagyobb szansz a Roggendorffnak, hogy elfoglalja várat, és erről az eseményről számol be többek között a 16-7. Század fordulójának legnagyobb hatású történetírója, Istvánffy Miklós, egy monumentális latin nyelvű művet ír a 16. századi magyar történelemről, és ebben ugye azt mondja, hogy Roggendorff nem akármiért, hanem a magyarok elleni engesztelhetetlen gyűlöletében és gyanakvásában révajt is az összeesküvőket, akik illetüket tették fel bizalmára, személyvetlen és durván rászedve, ugye német csapatokat küldött a várba, ahelyett, hogy magyarokat küldött volna. Az a baj Istvánffyval, hogy 1541-ben ő 3 éves volt, mert 1538-ban született, tehát neki nem volt a saját emlékei Buda elestéről, nem lehettek. Ha meg akart ezt a történet írni, akkor forrásokkal kellett dolgoznia. És viszont jó azonosítható, hogy az alapvető forrása Istvánffynak egy Paolo Giovio nevű itáliai historikus, aki szintén hatalmas méretű művet írt Európa történetéről, a korszak európai történetéről, és ebben nagyon kiemelten foglalkozott a magyarországi eseményekkel, ahol ezek igazán relevánsak voltak, így a Buda körüli harcokkal is. És Giovionál azt látjuk, hogy Istvánffy gyakorlatilag hajszik, hanem szóról-szóra átveszi gyakorlatilag Giovio latin szövegét, a maga latin szövegében, kicsit stilálisan itt-ott módosít rajta, hiszen ha megnézzük, hogy mit ír Giovio, akkor majdnem ugyanazt látjuk, mint amit Istvánffynál látunk, nyilván ez egy magyar fordítás most. Roggendorff, mivel népére jellemző módon adott szavát senkivel szemben nem szokta megtartani, a magyarokat kizárva a diadalból, teljes dicsőséget maga akarta learatni. Tehát valahogy az a momentum, hogy Roggendorff ugye úgy dönt, hogy ő nem hajlandó magyarokkal közösködni, az mind a két írónál megvan, de ugye mint tudjuk, az ördög a részletekben lakozik, és itt azért a részletek nem akármilyen jelentőségűek, hiszen ha megnézzük, akkor a Giovio csak annyit mond, hogy a Roggendorff, mint aféle német, ugye, aki senkiben nem bízik, aki nem német, tehát nem specifikusan a magyarokban nem bízik, vagy a horvátokban, vagy a csehekben, ő nem bízik a nem németekben, ezért akarja ugye a dicsőséget a népére jellemző gőgből kifolyólag magának és a saját népének tulajdonítani. Az Istvánffytól lényegesen többet mond, vagy egészen sarkosabban fogalmaz, amikor azt mondja, hogy ugye a magyarok elleni engesztelhetetlen gyűlöletében tette ezt. Tehát nem általában utált valakit a Roggendorff, kifejezetten a magyarokat utálta. Az a kérdésnál tulajdonképpen, hogy amikor Istvánffy, aki a forrás alapján írja, amit ír, de úgy tűnik, hogy egy kicsit azért aláhúzza, vagy kiszínezi a forrásának az adatait, ezt nyilván teszi saját hatáskörben, Istvánffynak igaza lehet, vagy sem? És például Istvánffy az egyik legnagyobb hatású történetírója ennek a korszaknak, alig, hanem az Istvánffy által hagyományozott Roggendorff kép, hogy ez a Roggendorff egy gyűlölködő, igazából alkalmatlan figura, akár be is szüremkedhet abban a regényben, amit az elején láttunk, a Gárdonyi féle szövegben. Tehát akár ott lehet a megoldásnak, hogy miért láttatta Gárdonyi Roggendorffot egy ilyen tehetetlenkedő, vagy alkalmatlan figurának. De az a kérdés, hogy akkor tulajdonképpen Istvánffynak igaza van-e? És ezt csak akkor tudjuk tulajdonképpen igazolni, vagy akkor tudjuk ezt a kapcsolatban bármilyen állítást megfogalmazni, ha újabb forrásokat vonunk be, amik esetleg ezt a képet valamiképpen árnyalhatják. A rengeteg forrás közül, amiket a pár évvel ezelőtt láttunk, alapvetően egy sajátossága van ezeknek a forráscsoportoknak, hogy vagy teljesen tehát jóval későbbi szerzőktől származnak, vagy olyan szerzőktől, akik a várban voltak, tehát az ostromlottak szemszögéből látták az eseményeket. Tulajdonképpen egy, de annál fontosabb kivétel akad azonban, egy olyan forrás, aki, hogy mondjam, alulnézetből, a vár alól láttatta az eseményeket. És ez a szerzőnk lenne Wolfgang Lazius.
Wolfgang Lazarus egy osztrák humanista, akinek egy hatalmas, több ezer oldalra terjedő életműve van, és ezen belül az egy történeti jellegű főműve, egy igazi polihisztor volt a Lazarus, térképész, orvos, könyvgyűjtő, restaurátor, templomokat hozott ott helyre, szóval egy rendkívül sokszínű munkássága van, de elsődlegesen és leginkább, mint történész vált fontossá. Habsburg Ferdinánd udvari történetírója volt, tehát Habsburgok iránti elkötelezettsége nem is lehet kérdéses, és írt egy hatalmas művet, a Rerum Austriacarum Decadest, aminek ugye az a, tulajdonképpen a címmel lefordítjuk ezt, hogy osztrák történelem. Ez első olás egyáltalán semmi közünk ez az osztrák történethez, mi közünk nekik az osztrákok történetéhez, csak hogy ő tulajdonképpen az ausztriai ház, az Habsburgok alatti, vagy az osztrák uralkodók alatti területek történetét írja meg, azokét, ahol éppen zajlanak az események, és az 1540-es éveket tekintve a mű utolsó része, az ötödik dekász, de teljes egészében nettó magyar történelem, mert akkor a Habsburgok egy legfontosabb frontországa tulajdonképpen Magyarország. Tehát amit a Lazarus megír, az egy vettisztán magyar érdekeltségű szöveg, ami a mű utolsó kortörténeti részét illeti, és ez az igazán izgalmas benne. Tovább megyek, nem csak arról van szó, hogy udvari történetíró, és nem csak arról van szó, hogy a kortárs történetnek egy kiváló forrása, hanem ugye, mint említettem, volt futólag, Lazarus orvos is volt, hivatalosan többször volt az orvosi kar dékánja is Bécsben, és az 1541-es hadjáratban, mint katonaorvos vesz részt. Tagja a stábnak, jelen van az ostrom egész ideje alatt, ez adatolható és bizonyítható. Személyesen ismeri Roggendorfot első kézből, tehát nem csak arról van szó, hogy van egy történetírónk, hanem van egy olyan szemtanú hitelességével mozgó történetírónk, a Rerum Austriacarum Decadest szerzőjében, aki nem vádolható azzal, a legkevésbé sem, hogy valamiképpen negatívan lenne elfogult Habsburg érdekek vagy Roggendorffal kapcsolatban. Tehát ha azt nézzük meg, hogy Lazarus mit ír Roggendorfról, Lazarus hogyan láttatja Roggendorfot, akkor joggal gondolhatjuk azt, hogy egy mindenképpen más attitűdből író figurával van dolgunk, tehát azt várhatjuk tőle, hogy a Habsburg hadvezért, a Habsburg tábor írója legalábbis nem áztatja el az utókor előtt. És akkor érdemes megnézni, hogy akkor ténylegesen mit találunk Roggendorffal kapcsolatban Lazarusnál. Erről szól a következő dia. Roggendorfot láthatjuk a képen, egy ismeretlen metszőnek a műve alapján, és a következőt, ugyanez az árulási jelenet persze, amit meg kell vizsgálnunk, mit gondol Lazarus Roggendorf ennek ezen cselekedetéről. Azt olvasok nála, Roggendorf másként cselekedett, mint ahogy ezek a derék emberek javasolták és remélték, csak keveseket avatott be, ez önmagában nem van a tragédia, hiszen összeesküvésről van szó, nem szokta tömeget beavatni, tehát csak keveseket avatott be, és a Buda elfoglalásának dicsőségét saját fiának akarta juttatni, aki ap és az egész hadjárat nagy kárára tartózkodott a táborban. És ugye ő is folytatóan leírja, hogy tehát németeket küld a fiának a vezérletével, és az akció, mint ismeretes, nála is természetesen kudarcba fullad. Vagyis, amikor a Habsburg érzelmű, Habsburg párti Lazarust olvassuk, akkor azt látjuk, hogy hiába várnánk azt, hogy ő Roggendorffal kapcsolatban egy kesztyűskézzel fog írni, csöppet sem ezt tapasztaljuk, azt látjuk, hogy a Roggendorffot személyesen ismeri, a tábori viszonyokat pontosan tudó szemtanú Lazarus is azt mondja, hogy bárpedig Roggendorff valamiféle önzésből, valamiféle elvakultságból, mert hogy a dicsőséget nem azt tekintette elsődlegesnek, hogy az uralkodójának érdekében minél gyorsabban, hatékonyabban elfoglalja ezt a várost, hanem hogy a saját fiát juttassa pozícióba, egyfajta nepotizmusnak lett ez az akció az áldozata, aki a fia pedig alkalmatlan volt a feladatra, gyáva volt, nem működött jó csapatparancsnokként, és gyakorlatilag ezzel Roggendorff ezt a lehetőséget elpuskázta. Vagyis azt tudjuk igazolni, hogy lehet, hogy Istvánfi elfogult, amikor azt írja Roggendorffal, hogy egyfajta magyar gyűlölet vezérelte. Lehet, hogy az a Roggendorff, amit aztán ennek nyomán is Gárdonyánál olvasunk, egy kicsit elrajzolt, de az biztos, hogy ilyen típusú forrásokkal meg tudjuk azt támogatni, hogy semmiképpen sem teljesen hamis. Amit tehát ebben a mai előadásban szerettem volna bemutatni, az alapvetően az, hogy
A magyar történelemnek egy olyan fontos eseménye, mint Buda 1541. évi török kézre kerülése, egy nagyon nagy port és nagyon nagy visszhangot kivált, port felvelő és nagyon nagy visszhangot kiváltó esemény volt szerte Európában. Számos forrása maradt fönt, rengeteg ilyen szöveggel rendelkezünk, ezek bevonása pedig lehetővé teszi azt számunkra, történészek, filológusok számára, hogy olyan megközelítést, olyan megvilágítást adhassunk az esemény történetnek, ami segíthet esetleg igazolni, vagy cáfolni olyan eddigi hiedelmeket, vagy állításokat, melyek ezzel az eseménnyel összefüggésben, nyomtatásban, vagy nem nyomtatásban, de napvilágot láttak. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. A Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is. Holnap Tóth I. János filozófus a fenntartható fejlődés alapkérdéseiről tart előadást. Hogyan érjük el szociális jólétünket úgy, hogy a jövő generációit sem fosztjuk meg az értékektől?